Tanuljol, de tanuljol, de tanuljol, hogy az agyad, ha már ne nekonyuljon. Azért kéne tanulni, ne tudjanak szapulni, ne kelljen, mint felepülve. Azért kéne tanulni, ne tudjanak szapulni, ne kelljen. A színészet előtt te azért egy nagyon komoly életutat jártál be, nagyon sok mindenben kipróbáltad magad. Voltál jelnyelvi tolmács, bolti eladó, és még hosszan lehetne sorolni. Miért alakult ez így, és mit profitáltál ebből? Azért alakult így, mert miután a szüleim elváltak, utána anyám nagyon nehéz helyzetbe került, és én azzal akartam segíteni nekik, mert én anyuval és az öcsémmel maradtam, hogy akkor rólam már nem kell gondoskodni, és akkor én elmentem dolgozni. És ezért alakult ez így, hogy sokféle munkahelyem volt, mert hogy hát egyszerűen muszáj volt dolgozni, és hát úgy, nem tudom, mindenféle eladó munkát végeztem, meg hát mikor mit lehetett, amit lehetett, azt csináltam mindig. El tudod képzelni, hogy valaha hétköznapi munkád legyen megint? Hát nem lepődök meg semmit, meg nem jövök zavarba. Tehát, hogyha ha kell, akkor persze elmegyek én eladónak, bár nem nagyon szeretnék már. Tehát, hogy már egyszerűen nem szeretnék, nyilván nem szeretnék már visszamenni a pult mögé. Tehát valamikor egyszer már úgy döntöttem, idén egyébként, vagy hogy is van, most január. Igen, most idén januárban hagytam ott az utolsó civil munkahelyemet, akkor még pultos voltam. Egy sörbárban voltam pultos felszolgáló, és utána jött a brazilok, utána jött az aranyélet, és azóta pedig folyamatos felkéréseim vannak, úgyhogy ez most kezd szépen beírni ez az egész, úgyhogy most már hál' Istennek nem kell privát munkát végeznem, és nem is nagyon szeretnék már. De hogyha így alakul, akkor így alakul, nem jövök zavarba. Az összes nyilatkozatodból az jön le, hogy bár nyilván tényleg rengeteg különféle munkád volt, mindvégig hittél abban, hogy te színésznő szeretnél lenni, és ez meg is fog valósulni. Honnan van ez az óriási hit, ez az akaraterő? Honnan van? Hát talán azért, mert voltam nagyon lent. Voltam így az életnek olyan részén, ahonnan azt gondoltam, hogy nincs vissza. És megtapasztaltam olyan mélységeket, amik megtanítottak arra, hogy bármi lehet. Tehát, hogyha ezeket túléltem, amiket túléltem, akkor ehhez képest élnek. Hogyha annyira mehet magasra az ember, mint amennyire mélyen volt, akkor én úgy kb. Félúton vagyok most. Szóval akkor még van még hova fölfelé. Úgyhogy hát nem tudom, egész egyszerűen csak így nem tudom, én mindig így elképzeltem, hogy most azok alapján, hogy tényleg amik történtek, hogy Hollywood, meg főszerep, meg nem tudom, ezek után már bármit el tudok képzelni, de tényleg. Mert hogy ezeket el sem tudtam képzelni annó, hogy úristen, én Hollywood, meg hogy főszerep, szóval ezt csak úgy álmodoztam róla. De amikor ott volt a helyzet, tehát hogy az viszont nagyon, nagyon fontos szerintem, hogy amikor elém rakta az iget a helyzetet, akkor azt felismertem, és éltem bele. És szerintem itt a lényeg, hogy szerintem mindenkinek, minden embernek ad az élethelyzeteket az életébe. Csak rajta múlik akkor, hogy azt észreveszi-e egyrészt, és hogy éle vele, és meri megcsinálni. És én megmertem csinálni, pedig nagyon féltem, de megcsináltam. Azt mondtam, hogy ez most az, oké, nem érdekel, ezt most megcsinálom. Lesz, ami lesz. Modellként előbb lettél ismert, mint színésznő. Hogy jött a modellkedés az életedbe? Egy szórakozó helyen egy stylist lány azt mondta, hogy nincs kedved. Tulajdonképpen klasszikus módon a Király Tamás divattervező barátom, ő az, aki felfedezett, mint modellt. Nagyon-nagyon jobban voltunk, ő már ugye nem él, és az ő stylistja volt az, aki meglátott engem egy szórakozó helyen.
17 évesen, és vagy 18 voltam, és aztán oda jött hozzám, és megkérdezte, hogy nincs kedvem modellkedni. És aztán, mikor a Tamásnál elkezdtem dolgozni, ilyen underground modellként, akkor utána már úgy megismert egy közeg, fotósok, mindenféle dizájnerek, akik aztán hívtak, hogyha volt valami anyag, akkor azt velem csináltak. Számos szociális és civil kezdeményezés mellé szoktál állni. Mi a célod azzal, hogy te kiállsz a nagy közönség elé, és elmondod a véleményed, vagy csak az arcodat adod? Hát az a célom, hogy a népszerűségemet arra használjam, hogy segítsek. Tehát, hogy mire másra tudnám használni, mint arra, hogy segítsek. Tehát, hogyha ezzel fel tudom hívni a figyelmet olyan szervezetekre, akikről tudom, hogy tényleg csinálnak valamit és jó dolgot csinálnak, akkor én maximálisan széles vállal tényleg ott vagyok, és azt mondom, hogyha az én ismeretségem ez ad hozzá, akkor azt persze egyből adom. Milyen visszajelzéseket szoktál kapni ezzel kapcsolatban? Hát egyre többen hívnak, aminek nagyon örülök. Illetve hát kapok leveleket is, ami meg végképp nagyon motiváló, hogy hallott, hogy látta, és hogy már ő sem fél, és hogy már belemeri, megmeri csinálni, belemer gondolni. Ez fantasztikus érzés, amikor így tényleg erőt tudok adni másoknak, hogy ne félj, nem kell félni. Tényleg. Azt tudjuk, hogy mielőtt színész lettél, nagyon sok megkülönböztetés ért téged, ezt több platformon is említetted. Miután befutottál, még mindig érnek atrocitások, amiatt, mert te roma származású vagy? Ha érnek is, nem nagyon veszem észre. Ezek a régi sérelmeket csak azért sajnálom, mert hogy én nem voltam annyira erős, és nem voltam még annyira a helyemen, hogy ezeket tudjam kezelni. Tehát, hogyha a helyemen lettem volna, mint most, ahogy most egyszerűen már sértetetlen vagyok, tehát hogy egyszerűen nem tudnak engem ezzel már bántani. Tehát, hogy így, nem. Tehát, hogyha valaki elkezd cigányozni, akkor csak így... Jó. Tehát, hogy egyszerűen nem tudnak már bántani, olyan szinten lepereg ez rólam, hogy ezt nem tudom elmondani, mert sokkal magasabb szinten vagyok már ennél, sokkal magasabb szinten gondolkozom. Ez nem szempont egyáltalán semennyire sem. Úgyhogy ha ilyennel is találkozom, akkor az úgy lepereg, és úgy sajnálom, hogy még itt tart. Volt egy nyilatkozatod, ami nagyon tetszett, amiben azt mondtad, hogy a gyűlölet annak a problémája, aki gyűlölködik. Mikor jutottál el erre a pontra, hogy ezt ilyen éretten fogd fel? Hát azt hiszem, hogy a bátyám mondta ezt talán. Talán a bátyám mondta azt, hogy ha valaki utál téged. Mert azt hiszem, igen, ő volt az, aki ezt mondta, csak aztán később érett meg ez bennem. Tehát, hogy amikor régen mondjuk bántottak a cigányságom miatt, akkor volt, hogy neki is írtam el a bánatom, és akkor ő azt hiszem, hogy ezzel magyarázta, hogy hát, de hát az nem a te problémád, hogy cigány vagy, hanem az övé. És aztán így, tényleg? És akkor egy ilyen villanykörte gyúlt az agyamban. De aztán csak sokkal később értettem meg, hogy ez valójában mit is jelent. Hogy tényleg, hát ez nem... Most ő ott elkezd idegeskedni, arról én nem tehetek. Tényleg. Most én akkor is létezem, ha nem akarja. Ez van. Blahán tél. Szürke homleszek. Mint egy nagy náthás orr csepeg a kőkút. Taknya felbuzog. Sár. Vonyító minuszok. Már egészen kiskorod óta készültél a színész szakmára, több színészképzőt is végeztél, ilyen gyerekszínészképzőt. Mi az, ami ennyire megfogott abban a színész szakmában, hogy miért akartál színész lenni? Nagyon tetszik nekem a színészetnek a kettősége, tehát az, hogy végletek, nem tudom, végletek, végrátatlan, nem tudom, ilyen káosz az egész, tehát hogy ami nekem nagyon passzol, mert ugye én is elég végletes ember vagyok.
Tehát amennyire közeli, annyira távoli, amennyire könnyű, annyira nehéz, amennyire komolyan lehet venni, annyira játékos. Tehát, hogy tényleg ez a kettősség van benne. Tehát, hogy nagyon érdekes például az, hogy egy színésztárs, tehát hogy a partnerrel, akit mondjuk akkor ismersz meg, eljátszod, hogy a legnagyobb szerelmed, és abban a két órában tényleg a legnagyobb szerelmed, és aztán végig az előadásnak is ő megy arra, én meg erre is. És egyszerre voltunk nagyon közel, és aztán nagyon távol. Tehát, hogy ilyen teljesen összetett, és ez nekem nagyon izgalmas. Egyrészt ezért, másrészt pedig azért, mert azt gondolom, hogy ebben a szakmában is, meg sok más szakmában is, de ebben is a végtelenségig lehet fejlődni. Tehát, hogy nincs olyan, hogy megérkezés, tehát folyamatosan lehet tanulni, folyamatosan lehet képezni magad. Nem hiszem, hogy van olyan színész, aki jó színész, aki megelégszik, és aki azt mondja, hogy ez most jó volt. Hanem, hogy így jó volt, de szóval, hogy azt is tetszik benne, hogy ez a folyamatos fejlődés lehetősége van benne. Volt valami konkrét pillanat, vagy egy élmény, amikor, vagy van élményed arról, amikor így tényleg eldöntötted, hogy láttál valamit, és azt mondtam, hogy fú, én most színésznő leszek. Audrey Hepburn a My Fair Lady-ben. Egész konkrétan emlékszem rá, amikor láttam ezt a filmet, és hát most ezt tudom, hogy ilyen klisé, de hát Audrey Hepburn, hát nem érdekel, hogy klisé, de hát fantasztikusan fantasztikus színésznő volt, és a fantasztikus ember is, és a kedvesség művésze volt, és én nekem minden szempontból egy fantasztikusan, tehát egy követendő, minden szempontból egy követendő példa Audrey Hepburn, és nagyon tetszett a My Fair Lady-ben, mert két teljesen különböző karaktert kellett eljátszani, és egy olyan jelenfejlődés van ebben a karakterben, ami nagyon izgalmas számomra, és úgy érzem, hogy valahol én is így ez vagyok, ez az ilyen virágárus lány az utcán, aztán pedig a Buckingham palotában a királynő. És én szerettem volna bejárni ezt az utat. Ez nekem nagyon tetszett, hogy tényleg így, és hogy a beszéde miatt, hogy ez is milyen nehéz lehetett, hogy először úgy beszélni. Szóval, hogy ez egy nagyon jó kis szerep. Nagyon szeretném egyszer megcsinálni. A családod, a barátaid, a környezetet hogy fogadták a döntésedet, hogy te színésznő szeretnél lenni? Hát édesanyám igazából mindenben támogat, tehát hogy ő így örült neki, meg hát így igazából ő is szeretett volna még régen, ő is sokat ment szavalni, ide járt egyébként Egerbe a Dobó gimnáziumba, mikor kicsi volt, és nagyon sokat hívták szavalni, úgyhogy már neki is a szereplés valahogy így ott volt mindig körülötte, aztán utána jöttem én, és akkor én valahogy ez így bennem visszaköszönt, és akkor így örült neki, hogy jó, hát akkor majd én viszem ezt tovább, amit ő nem. Úgyhogy van egy ilyen háttér is. Úgyhogy ő mondta, hogy persze bármit, mindent próbáljál ki, és legyél bátor, és legyél elfogadó, és csináld, és ismerd meg. Édesapám már annyira nem örült neki, de aztán elfogadta. Megérkezett a Piri meg a Jenny. Isten is! Mondja! Hát te mondjál valamit, te laksz velük. És? Mi van akkor? Hát tényleg mondjál már akkor valamit, igaz? Tudod? Mit mondjál akkor? Tényleg, te mesélj már valamit, hogy néztek ki, miben voltak, vagy valamit, dik? Kézzétek el a Pirinek, ilyen melle van. Magas sarkú, mini ruha, pót, haj. Mikor műköröm, minden, amit el tudtok képzelni. Nagyon jól néznek ki, rájuk se lehet ismerni. Isten, de jó lehet. Ó, a picsájunkat azért meg lehet ismerni. Az külön taxival hozottál. Olyanokat tud beszólni. Értékeny vagy. Mire? Ha mi kimennénk dolgozni, nekünk is lehetne ennyi pénzünk és ilyen életünk. Ugyanígy nem lenne mindenünk, ahogy A Victoria volt az első komoly szereped. Hogy fogadtad magát a felkérést, és egyáltalán hogyan zajlott a felkészülés? Hogy tetted túl magad lelkileg azon, amiről a film szól, hogy készültél fel erre? Hát egészen elképesztő volt a felkérés, mert ugye nem gondoltam soha, hogy ez meg fog történni, úgyhogy ez egy ilyen álomszerű volt ez az egész, hogy úristen, egy nagy játékfilm és egy főszerep. Aztán nyilván a téma miatt is nagyon félt, tehát az is hihetetlen volt, hogy egy ilyen témában kell főszerepet játszani. Nagyon nehéz volt erre felkészülni. De aztán az lebegett előttem, hogy a cél az a prevenció, és a cél az, hogy megmutassuk azoknak a lányoknak, akik ezen gondolkoznak, hogy tulajdonképpen mire is vállalkozik, tehát hogy mi az, amit akar. És hogy egy ilyen ellenpélda legyen, hogy ne akarja már ezt. És aztán azt gondoltam, hogy ez,
hogy ez egy ilyen, végül is egy szociális tevékenység valahol, hogy eljátszok egy olyan szerepet, amivel aztán tudok segíteni. Úgyhogy ez egy ilyen dolog volt. Díjat is nyertél ezzel a szereppel, ezután mindenhol rólad lehetett hallani. Hogy élted meg ezt a hirtelen jött sikert, ezt a hírnevet? Hát nem is tudom. Hát én nem tudom, igazából úgy, hogy még mindig nem hiszem el. Egyrészt, másrészt meg... Hát nem is tudom, én nem ülök fel ennek az egésznek, tehát hogy én nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kapok és beszélhetek így azokról a dolgokról, amiket megtapasztaltam és amik talán segítenek másoknak is, de ugyanaz az ember vagyok, tehát én nem változtam semmit. Az kicsit nehéz volt, hogy a környezetemben viszont változtak emberek. Ez nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy emberek változtak meg, barátaim változtak meg, fordultak el tőlem. Ez nagyon rosszul esett, de én próbálok akkor is a földön maradni. Említetted, hogy félsz attól, hogy a szerepeidben beleragadsz kicsit ebbe a tipikus roma lány szerepbe. Félsz attól, hogy beskatujáznak? Ez a színészetnek alapvetően problémája, ez a karakterben maradás. Tehát ezzel nem csak én küzdök. De szeretné, igen, tehát ugye ettől félek, hogy és nem is nagyon vállalok már olyan szerepeket, tehát hogy így próbálok azért afelé menni, hogy azért minél több félét tudjak csinálni. És azt hiszem, hogy ez most már úgy elkezdődött, most már van egy szerep, amiről még sajnos nem beszélhetek, de alakul egy orvosnő. Úgyhogy az lehet, hogyha összejön, akkor nagyon boldog leszek, mert akkor kilépek a karakteremből, és akkor az már olyan. Family's a story that's hard to tell. Family's a way, family's a heart. The heart is falling apart. But family belongs, me as one. TV-szerepeid vannak, filmszereped van. Mi az, amivel mégis ki tudsz kapcsolódni? Van hobbid? Hát nincs. Igazából nincsen. Alszom. Leginkább ez a kikapcsolódás, hogy alszom. Nagyon szeretek aludni. Nagyon, ha lehet, akkor inkább alszom leginkább, de nem tudom. Hát most a gyerekek, mondjuk az is munka, drámapedagógia, az nem hobbi, az hivatás. Nem. Nagyon szeretek filmeket nézni, nagyon sok filmet nézek. A kikapcsolódás a számomra az, hogy este egy vagy két filmet megnézek minimum, minden este, mindig. Úgyhogy a filmnézés az egy nagy szerelmem, nagyon szeretek filmet nézni. Miben vagy hol láthatunk legközelebb? Az Aranyélet második évadjának premierje most november 6-án lesz, úgyhogy abban. Illetve április 6-án lesz a jövőre a braziloknak a premierje, az a nagyjátékfilm, amiben főszerepet játszom, az egy vígjáték. Úgyhogy ez a kettő premier várható most idén ősszel és jövő tavasszal. Hol képzeled el magad mondjuk 5 év múlva? Hát remélem, hogy egészséges leszek. Remélem, hogy életbe fogok maradni még 5 év múlva. És hát remélem, hogy legalább még 4 filmet megcsinálok addig. Nem tudom. Annyira a mának élek és a mostban, hogy nagyon nehéz ezt így előre. Nagyon nehéz. Nagyon szeretnék még sok filmet csinálni. Nagyon szeretnék itthon egyébként Budapesten azokban a színházakban játszani, amiket nagyon szeretek. Az Örkény István Színház vagy a Katona József Színház. Nagyon-nagyon szeretnék egyszer az Örkénynek a színpadán állni, de azt hiszem, hogy ez talán sosem fog összejönni, mivel hogy ugye nincsen végzettségem, és ez azért ez egy bonyolult rendszer. De lehet, hogy addigra mondjuk fejlődöm annyira, hogy talán egy vagy két előadásba elhívnak. Úgyhogy szeretnék az Örkény színpadán játszani. Elvesztettem az eszem, reggel majd megkeresem. Dél van, hasamra süt a nap, nem hiányzik nekem ész, nekem adj.